Üdvözlünk minden kedves nézőt, itt is vagyunk az Európai LCS nyári évadának második hetének, második napjának, második mérkőzésén, amit mi magyar nyelven közvetítünk. Hú, kedves Buci lesz az én szakkommentátor társam ezen a mérkőzésen, ahogy hamarosan majd a fantasztikusan új névtáblánk alapján látni is fogtok. Még azért teszteljük a dizájnt. Na de, Giants és a Unicorns of Love összecsapása. Volt már egy rövid gondolatmenetünk azzal kapcsolatban, hogy itt győzni kell. Nincsen döntetlen, nincsen vereség, mert az egyik oldalon lesz, de hogy itt a győzelem a cél, hát mindenki. Van döntetlen, csak nem feltétlenül jó egyik csapatnak sem, hogy döntetlen. Ugye a döntetlen egy-egy pontot ér mindenkinek. A Giantsnek eddig 0 pontja van, a Unicorns of Love-nak 3 pontja van, köszönhetően annak, hogy ahogy az Orient meg tudták verni. De szép volt. És innentől kezdve én úgy gondolom, hogy akkor van bármelyik csapatnak is továbbiakban megint csak előre haladása és esélye, hogyha most ezen a mérkőzésen valaki nyer és nem döntetlent játszik. Ha most csak az élő adást nézzük, illetve a helyszínt, a stúdiót kint Berlinben, akkor én azt mondanám, hogy a Unicorns of Love-nak van nagyobb esélye, ugyanis az a szurkolói gárda, aki ott kint volt és ordibált, hogy ők mennyire szeretik a Unicorns of Love-ot, transzparensekkel, minden. Unicornisos poróval, persze. Az eléggé vagány, ez nagyon aranyos dolog. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezt, hogyha a srácok látják így a székből felnézve, hogy itt milyen, nem tudom, érzelmek vannak, amiket a szurkolók képesek feléjük küldeni, akkor azt mondom, hogy nekik talán most az első meccsen nagyobb lehetőségük van. És egyébként is azt mondanám, hogy azért, pont azért, mert az Orient meg tudták verni, illetve a másik két meccsükön is azért az első meccsek általában sokkal szorosabbak voltak, mint a másodikak. Ezért úgy gondolom, hogy Unicorns of Love-nak talán nagyobb esélye van most a Giants-szel szemben is. Viszont Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, ugyanis a Giantsnek az eddigi mérkőzéseiből azért nem feltétlen lehet, hát, ha releváns statisztikát, vagy nagyon messze menő, levonni, igen. Mert hogy milyen meccseket játszottak? Hát játszottak a G2 ellen, játszottak az H2K, valamint a Fnatic ellen, és ebből ketten például egyértelműen ugye vezetik a tabellát, tehát a G2 hát is, és a Fnatic is. Most a Fnatic követheti, hogyha megveri most az H2K-t. Így van, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon erős ellenfeleket kaptak ki, ahhoz képest, amivel a Unicorns of Love-nak eddig meg kellett küzdenie. Nekik se volt könnyű dolguk, ezt azért hozzá kell tenni, meg az első hét az mindenkinek nyögvenyelős például, legyen szó hiába arról, hogy két mérkőzés nap van, még itt kóstolgatják az emberek egymást. Na de most ugye hát új felálláson, és azért is nagyon fontos győznie például a Unicorns of Love-nak most, mert ugye jelen pillanatban a Rocket egy 2-0-át elhozott, és a Vitality valamint a Rocket állt vele együtt a 6. helyen. Pontosabban ugye a győzelem miatt ők előrébb álltak, tehát a döntetlen és a győzelemnek a ténye, persze, az ugye egy picit előrébb hozta a Unicorns of Love-ot. Tehát viszont pontszámilag ugye együtt voltak, tehát nagyon jó lenne, hogyha nyernének a Unicorns of Love játékosai, mert akkor még mindig övéké lenne. Gyakorlatilag látjuk is amúgy a felállásukat jelen pillanatban. és megy, alapvetően ordítanak a kinti emberek, hogy Unicorns mehet, és én úgy gondolom, hogy ez a szeretet, ami ténylegesen őket körülveszi, hát jóformán már lassan egy éve. Kint a szurkolók ordítanak, itt pedig majd ordítana egy kicsit később, hogyha akció lesz. Nem baj, srácok, lassan bemelegszem majd én is ebbe, és ez már csak jobb lesz, reméljük. Minden esetre. Szóval ugye még ott arról beszéltünk, hogy a Giantsnek nem lehet olyan messze menő következtetésekkel levonni. Főleg úgy, hogy alapvetően, hogy a Fnatic-kel mindketten összecsaptak már. És egyébként az a vicces, hogy a Giants is meg tudja mutatni azt, hogy a játék korai szakaszában, hogyha jól mozognak, jó hívások érkeznek, akkor bizony meg tudja nehezíteni bármelyik csapatnak a győzelmét, vagy legalábbis ahhoz a meccs végét befejezésének a... Na, ebbe most már nagyon belementem. Tehát lényeg annyi, hogy a Giants is meg tudja játszani azt a korai játék erejét, igen, ami egyébként, hogyha a Unicorns of Love jó választásokat hoz, akkor én úgy gondolom, hogy megkönnyítik a saját helyzetüket is. Pontosan láttuk azt, hogy amikor ők
a játék korai szakaszában egy 4-5-6 ezer aranyos előnyire szert tudnak tenni, onnantól kezdve sokkal könnyebben fejezik be a mérkőzést, mint hogyha egy kiegyenlített 10-20 percről beszélünk, mert ott bizony lehetnek hibák, ott lehetnek rossz pozícionálások, az, hogy milyen célpontra fordulnak. Viszont pont ezért a Giantsnek én egyrészt úgy gondolom, hogy Ellis tiltani kéne, tehát Ellis-szel ezt már megmutatta nekünk a Unicorns of Love, hogy borzalmas kezdést tud lejátszani, azok a gubók, amik találtak, azok félelmetesek voltak. Viszont lassan érkezünk a választási és tiltási fázisba, és pörögnek a tiltások. Exile elől elvesznek egy LeBlancot, bár igazából ő mindig egy irgalmatlan nagy veszélyforrás. Hogyha nem akarod elhozni, akkor érdemes inkább nem bent hagyni. Valamint, hát tegnap Csacsi Trundle játéka zseniális volt, el is veszik tőle ezt a hőst. Fizz viszont Smitty J kezei közül kerül ki, pontosabban oda nem fog bele sétálni, valamint rájöz egy kötelező tiltása, hogy Hillisongtól is egy Braumot elvenni, mindenféleképpen egy olyan döntés, amely indokoltnak mondható, még akkor is, hogyha Hillisong hősbázisa nem feltétlenül Szibír. Korlátozódik erre, és Szivír. Ez egy nagyon-nagyon érdekes tiltása a Szivírnek, ugyanis ezzel fel lehet robbantani egy egész komplett alsó ösvény kialakítást. Gondolok itt arra, hogy Szivír karma például párosítást már meg lehet egy picit fogni. Viszont az első választás jogán rögtön lecsap a Giants ala Vladimirre, aki tegnap Darci kollégával csak vérzsákként apostrofáltunk, tehát ő mindenképpen érkezik. Ugye, hát valamilyen szinten azért flexibilis választás, de ehhez egyébként ugye a dzsungelesnek kell mindenképpen még korrelálni, mert inkább ugye a középső ösvényre érkezik. Ez a Vladimir, de láttunk mi már karomvarjút, de a másik oldalról Vizicsacsi azt mondja, hogy Maokájjal magabiztosan jöhetne a felső ösvényre, vagy megint mondjuk egy meglepetést láttunk, mert azért én már láttam Maokáj supportot is, vagy legalábbis támogató játékos. De én úgy gondolom, hogy Veritas Caitlinje az mindenképpen egy magabiztos dolog. Az egy magabiztos és jó döntés egyértelmű. Az a tegnapi villanás előre elhozza két gyilkosságot. Elbuktuk a csapatküzdelmet, akkor még két ember gyorsan megölök, sárszom. Tudatában azzal, hogy ő belevillan a halálába, de attól függetlenül még két gyilkosságot megszerez, azt én úgy gondolom, hogy már előre vetíti, hogy félni bizony kell majd ettől a Caitlintől. Közben Maxlor mivel nem volt tiltva Nidali, és lehet, hogy a játék elejét egy picit most elvették Nidalitól, azt is láttuk már, hogy igazából nem nagyon érdekli ezt a dzsungeles hőst, mert ugyanúgy egy idő után át fogja venni a farmolást, a táborok elhozatalának az előnyét, miközben Smitty J kap majd egy jó kis gragit. És ami... így igazából Rek'Sai az, ami benn marad, vagy egy Lee Sin, de inkább Rek'Sai az, amivel move-ot láthatjuk a mostani mérkőzésen. De valóban én nagyon szeretem ezt a hőst, rengeteg sok lehetőséget tartogat magában, van jó kis kezdeményezése, tömegirányító képessége és még sebzése is tényleg a játékkorai szakaszában, ahogy ezt mindig is szoktam hangsúlyozni. Valamint Hillisongnál ott lesz egy karma, ami ugye egy jó választás, számtalan alkalommal láthattuk a mostani metában őt szerepelni a támogató ösvényen, tud ő piszkálódni, tud ő pajzsot adni, mozgási sebességet is, valamint még lehet amúgy akár flexibilis választás is, mert Exile kezébe is érkezhet, attól függetlenül, hogy a megszokott helye a támogató pozíció, viszont Hustlinnak jöhet egy Nami támogató hőse, ami tegnap nagyon megszorongatta a Unicorns of Love-ot. Nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. Nem bizony a buborék börtönök, illetve a Balatonnak mind az ITV, mind pedig a kezdeményező képessége tökéletesen jó lehetőség lehet nominál. És mivel ugye nincsen Szivír lövészünk, ezért egyrészt a varázspajzsal nem lehet majd levédeni Ashnek a kristály nyilvesszőjét, így bőven van kezdeményezés is. A Giantsnél Exile pedig úgy gondolja, hogy Yasuo Vol 2, hozzuk el még egyszer ezt a hőst. Én úgy gondolom, hogy ha gyakorolt vele és a tegnapi
hibákat. Pontosabban akkor így már lehet, hogy értem a Sivir tiltást, mert igazából Sivirrel tűnt gyűlt meg a legtöbb baja Exile-ra, tehát az, hogy jobbra-balra rohangált a gyorsaságának köszönhetően. Egy varázspajzsal levitte az acélvihart, egyszerűen nem tudta kiszedni Reckless Sivirjét, és akkor inkább tegyük szépen pihenő listára, a cserepadra, majd jöhetsz máskor Sivir, viszont megint akkor a Yasuo középső ösvény az, ami megérkezik. Vladimir ellen ráadásul ismételten, ami úgy gondolom, hogy egy... Hát egy olyan küzdelem... Exile tegnap Ferivel ellen konkrétan elhozta az ösvényt, vagy legalábbis a cserékben nagyon-nagyon jól tudott kijönni. Egyszerűen pont abban az időszakban támadta meg azt a Vladimirt, amikor egyrészt még bőven kellett volna töltenie az ő varázslatát, vagy be tudott ugrani mögé, le tudta szedni még a pajzsal legalábbis azt az egyetlen egy varázslatot, amit le lehet szedni, de még arra is egészen jó volt. Tehát ha meg baj volt, akkor meg vissza tudott csúszkálni. Innentől kezdve mi is féltettük tegnap Exile-t, amikor Vladimir ellen, főleg Febiben ellen kellett kiérkezni az ösvényre, viszont én úgy gondolom, hogy az ösvényfázisban teljesen jól működött. Én is úgy gondolom, és főleg azért nagyon jó ez, mert tényleg egy jó Vladimir ellen is, hogyha a transzfúziót elhasználja, ugye a transzfúzió főleg felerősítve, azért az élet visszatöltés nagyban megkönnyíti, hogyha utána osztott ki a sebzést, akkor a csere nagyjából egyenlő lesz. De hölgyeim és uraim, betöltöttek a játékosok időközben az idézők szurdokába. A Giants van a kék oldalon az első mérkőzésen, míg a Unicorns of Love a piroson. És alapvetően feláll a tornasor, ahogy szoktuk néha mondani, tehát mindenki a folyóban, illetve a folyóból lévő dzsungel ösvényeket szeretné őrszemekkel ellátni, elhelyezni. Ez tökéletesen működik mindkét oldalon, innentől kezdve nincsenek mélységi őrszemek, de a Unicorns of Love rögtön elindul a felső ösvényre. Erre egy picit később egyébként válaszolt volna a Giants, tehát az elindulás megvolt, viszont meggondolták magukat, így Sonstar és Hustlin párosa inkább a hármas nádasba bújik meg, és próbálja majd kitalálni, hogy van-e ösvénycsere, vagy nincs. Mi ezt már a kis térkép alapján tudjuk, hogy van, és a felső ösvényre majd Hillisang Veritas párosa az, aki érkezik, és találkozik majd Smitty J-jel, azzal a Gragasszal, aki én úgy gondolom, hogy vagy egy teleporttal, vagy egy rettentő gyors futással majd az alsó ösvényre fog érkezni, és korán jönnek ki a srácok, így mindenképpen látják, hogy lebuktak Maxor rögtön, át is ugrik a farkasokhoz, és nem a Grompal kezd. Viszont Hillisang attól függetlenül még próbálkozik majd, és egy mantrával felerősített belső láng az eléggé cuki tud lenni. Maxlor ki zónázza jelen pillanatban a Hillisang. Torony alá nem megy, de Maxlor az első szörnyet elveszíti egyértelműen. Így viszont move ezt nem teszi meg, move tud majd tovább haladni. Ez mindenféleképpen jó lehet, hiszen így move alacsonyabb hátrányból kell, hogy küzdjön majd Nidalival szemben, ha csak nem tud még előnyt is kidolgozni. Tudjuk, hogy Nidalit azért önmagában nem kell félteni, így viszont meggyűlik a baja a pengecsőre Maxlornak. Nagyon bátor lenne, hogyha ő most egyből menne tovább, sem manája, semmije. Így most tökéletesen meg tudja majd szerezni. Ugye a Giants északi dzsungeléből a táborokat, egyrészt Mitty J, mint mondtam, megpróbált ugye elmenni, sőt a teleportnak köszönhetően érkezett is az alsó ösvényre. Ezt a teleportot viszont Csacsinek nem kellett kihasználnia, ő ott van fönn a felső ösvényen, és erről beszéltem, erről az agresszióról, amit Exile most megmutat. Egy szint hátrányban van, mégis vissza tudja üldözni Knight-ot a saját ösvényén, a korai tolony döntések pedig meg fognak történni, jobban áll egy picit a Giants, viszont tényleg ne felejtjük el azt, hogy Maxlor, hogy ki lehetett zónázni a játék elején. Ez nagyon fontos, ugye pont ezért nem is segít move a torony döntésbe, inkább egy picit lassabban pusztuljon el az első torony a felső ösvényen a Unicorns of Love részéről, de biztosan ki tudja takarítani az északi részét a Giants dzsungelének, így legalább move nagyon kevés életereje marad neki is amúgy, ezt látjuk, villog rendesen, de megvan. Megvan minden, még az éjjel farkasok is ráadásképpen, viszont ugye nézzük meg ezzel szemben Maxlor, aki
lassacskán megy át a déli dzsungelébe a Unicorns of Love-nak, még az is lehet, hogy nem fog tudni elhozni Grompot, gólemeket és még éjfarkasokat is. Én köszönöm, hogyha itt lenne Pierce, az szerintem szenzációsan jó lett. Tehát az, hogy a Unicorns of Love szurkolói Backstreet Boys-t énekelnek, az valami szenzáció. Ezért is hallgattam el, hogy ez muszáj. Ez az. Hogy egyrészt, hogy ez az, másrészt, hogy mindenki hallja. Tehát, hogy inkább szerintem ilyenkor mi maradjunk zsebben, ez sokkal szenzációsabb, mint az, hogy a mi hangunkat bárminél. Nem teljesen jó. Viszont a korai torony döntésnél a Sonstar úgy gondolt, hogy választ magának egy aratást, amit szépen el is kezdett, Exile pedig pofátlanul megy előre, Knight-ot próbálja sebezni, bár neki sincs már sem sütélye, sem életerő visszatöltő ital, a maximum csak a Dorán pengéből van egy kis életlopása. Pontosan, ugye Exile ezekkel az acélviharokkal azért tud távolról is valamilyen szinten küzdeni, illetve amíg Knight nem növi ki magát, az nem írja el úgy kb. A 7-es szintet, addig azért bőven büntethető, és mint te mondtad, akár utána is, mert tegnap volt erre példa, a felső ösvényen találkozni fognak, hogy Unicorns of Love és a Giants lövésztámogató játékosai, de Hillsong nagyon jól megbújik egyelőre, passzívan kapja a tapasztalati pontot, és hát... szintelőnyben is van Huslinhoz képest már, ez jó lehet, ha esetleg most akarnak kezdeményezni a Unicorns of Love, így van, Hillsong már provokál is, békés farmolási időszakot kap meg így Veritas, aki ezt jól ki tudja majd használni, ha így megy tovább. És egyedül ott fellelhető egy kis előny a Unicorns of Love-nál, Vizicsacsi még csak most kezd el teljes mértékben a minionok ölésére szakosodni, 4 darab farja van a 30-as Mitty J-jel szemben, viszont ugyanez meglátható Knight a középső ösvényen is azért el tud húzni egy laza 10 minionnal, viszont hogyha Exile haza tudja küldeni, vagy legalábbis mindig le tudja majd sebezni azt a Viktort, akkor könnyedén vissza tudja hozni ezt a hátrányt, és azért ugyanígy felhíven is le tudta farmolni tegnap, vagy legalábbis a farmokban előnyt tudott szerezni. Köszönhető annak egyrészt, hogy ott van Exile, ott van Veritas, mindenképpen kell egy kereső karvértét vásárolni a Knight-nak, annak a Knight-nak, aki ugye nem teleporta, hanem bizony egy gyógyítással jött, tehát a gyorsasága megvan, az arra 10 másodpercre mindenképp, illetve korábban is lesz majd ez elérhető, köszönhetően kicsit az erősítésnek. Én úgy gondolom, hogy itt a felső ösvényen, illetve a középső ösvényen kéne most valamiféle vagy a rajtaütést move-nak eszközölnie, hogy egy picit segítse Exile-t, vagy az alsó, tehát most már Csacsit kéne megsegíteni, hogy ne a saját kettesszívű tornya alatt harmoljon, mert most jelen esetben ez történik. Minden esetre ugye meglépte a 6-os szintet Exile is. Nála van teleport, Knight-nál nincsen, tehát Exile akár érkezhet is majd a későbbiekben, hogyha van kedve büntetni azt a Vladimirt, aki a transzfúziót nem tudja Exile-ra elhasználni, így mehet tovább. A végső képességét is elhasználja, Knight életre fogy, viszont jön Huslin. Huslin alól Exile-on, ott van a vérpest is. Gyógyul is belőle Knight rendesen. Ez egy fantasztikus csere volt mind a két oldalról igazából. Jaj, így van, Csacsi bajban van, főleg, hogy ott van Max Lore is, és ott a szintelőny pontosan. Akciódúsan kezdődik a mérkőzés, gyilkossági viszont nincsen, az egyedüli vér a pályán, az Knight. De ő maga jóformán a vér, Max Lore pedig meglépte a 6-os szintet, de attól függetlenül Csacsi szépen terüli ki azt a dárdát, és így vissza tud vonulni a saját inhibitor védő tornya alá, így azért egy kis sebzést mindenképpen az a kettes szintű torony is megkap. Hillsong pedig segíti move-ot egy-egy pajzsal egy kicsit, és így talán érkezhetnek majd Sonstar és Huslin párosára, akik még mindig a felső ösvényen vannak, és ott próbálnak valahogy járni. Veritas nagyon szépen. Jön is a rajtaütés, pontosan move villan, ez a nagy kérdés, nincs rá szüksége. Sonstar viszont megteszi, de a lekötés még így is jó. Sonstar éppen, hogy életben maradjon, teleport. Viszont a teleport, ez Csacsi lesz. Smitty J itt van, jön még Max Lore is a dzsungelből. Hatalmas erőforrásokat dobott be egyelőre a Unicorns of Love és a Giants is. Főleg azért, mert elhagyta a középső ösvényt közben Vladimir ugyanúgy.
teleportja ugyan van még X-Zájnak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt a kettes szintű tornyot most egy picit erőltetnie kéne a Unicorns of Love-nak. Nincsen az alsó ösvényen most jelen esetben senki, ugyanis Smithy J elhagyta saját kis pozícióját, jött a teleporttal. Max Thor az, aki erősködik, és jól is teszi, mert sebzése szépen van már benne, Move-nak kell az alagúttal menekülnie, így viszont nincs meg a kék lopás, nincs, nem tudja elhozni Max Thor erő, aki magának tökéletesen el tudja hozni, ugyanis Knight-nak maximum csak egy kis plusz varázssebzés, illetve töltési idő csökkentés az, amit ezzel tudna adni. A mana regeneráció az nem feltétlen Vladimir sajátja. Move ugye a keresők, na a nyomolvasók tőrével kezd, nem pedig az orgyilkos sújtás hozza el magának. Ami azt jelenti, hogy sokkal inkább a makróját is összpontosít majd a Unicorns of Love, és azt szeretném mondani, hogy ez jó. Legfőképpen azért, mert nem mindig teszik ezt meg, viszont amikor kellő rálátásuk van és pálya fölötti kontrolljuk, akkor ezt jól tudják alkalmazni, főleg így, hogy kettő teleporttal is rendelkeznek. Viszont... Igazából a kérdés az aztán, hogy ugye Move is ezt választotta, ezt a sújtásfajtát, ő pedig ugye vásárolhatott volna magának látókövet az életerő miatt, de Move-nál jó lehetett volna még a lassítás is. Igen, abszolút, persze, ez így van. Max Lor is persze ugye pont ugyanezt választotta, tehát hogy ugyanaz a két lehelyezett őrszem mennyiség, amit most a két dzsungeles tud majd kitenni. Így van, és mind a ketten jól járnak vele. Na már most a középső ösvény ott hagyja egyelőre Exile, és a főső ösvényre érkezik neki, ugye volt teleportja, azt egy kicsit fontosabbnak ítélik meg. Megvan a második tornya a Unicorns of Love-nak, középen ott van Knight a minionok gyűrűjében, de ő egyedül kevés lesz ahhoz, hogy ez a torony viszont le is dőljön. Ez most már egyértelmű, főleg így, hogy Move is ott van. Knight-ot ki lehet zónázni, a minionokat el lehet pusztítani. Oh yeah! Pontosan, és közben akkor megint csak az ellenfél dzsungelébe érkezik. Move az, aki megpróbálja, és közben a sújtásnak köszönhetően azért látja ezt a kihelyezett őrszemet, viszont el tudta tulajdonítani Max Thor Move dzsungeléből a vörös szerelehet erősítés, sőt még a sútyerákat is le fogja szedni. Max Thor kezdeti kiüldözése most már jóformán nem jel semmit, mert visszajött bőven a játékba, a farmja, az elhozott táborok az mindenképpen elegendő. Sonser pedig az alsó ösvényen szépen gyűjtögeti azokat a jelzőket az aratásra, viszont ez még kvázi messze van. Veritas az, aki nagyon szépen tartja magát a farmolásban, és a nagy lemaradás, ami egyébként az arany előnyét mutatja meg a Giantsnek, bármennyire is ott van a torony előny a Unicorns of Love-nál, az a középső ösvény, és inkább a felső ösvény, temérdek lemaradása 84 a 32-höz, azért ez sok. És még mindig három szinttel vezet Csacsival szemben. Ugye Smithy J, ez tényleg fájdalmas három. Lehet. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért is rossz ez valamennyire, mert a szint előny mellett a pénz is egyértelműen Smithy J-nek dolgozik, és nem jó az, amikor egy Maokai nem rendelkezik megfelelő mennyiségű tankossággal, viszont ezen idővel lehet változtatni. Pontosan idővel is, ugye alapvetően a Unicorns of Love taktikája az volt, hogy megvédjék a felső ösvény tornyát, tehát ne legyen a gyors 2-2-es torony döntés, viszont ezzel jóformán feláldozták, vagy legalábbis beáldozták Vizitacsinak a korai fejlődését és a korai játékát, mert ő viszont nem tudott mit csinálni az alsó ösvényen feltolt minion hullámmal, úgy, hogy Smithy J már egy 20 farmos előnnyel érkezett arra az ösvényre, igen. És a saját kettes szintű tornya alatt kellett védekeznie és abszolút defenzíven játszania annak a Maokainak, akinek pedig az kínjai, vagy legalábbis a hős kinézete szerintem nagyon szép. Annyi a vesző száll, és most már tudjuk, hogy ez senkit nem fog eltalálni, így nincs semmiféle problémában. Sem Veritas, sem Hillisang, ők voltak azok, akiket ugye megcélzott ez az egész. Hillisang pedig ugye égetéssel érkezett, erre még nem tértünk ki, ezzel szemben Hustling egy jó kifárasztást hozott magának arra,
Hát egyrészt Exile-nak a berobbanó sebzésére, és azt láttuk, hogy tegnap is, amikor Exile be tudott menni, rögtön kapott egy szép kis kifárasztást. És tegnap is ugyanígy a Phantom táncos volt az első tárgya, Yasuo. Pontosan, és ez mindig jó, főleg, hogyha párbajokat vívsz, és egyértelmű, hogy Knight-tal sokáig küzdenek meg egymással. Aki viszont baromi jól tud farmolni, ráadásul homokórával kezd, ugye már egy olyan célpont így ez a Vladimir, aki nem tudsz nagyon kifókuszolni túlságosan gyorsan. Vladi, soha. Jobbformán soha, főleg az így átalakítások után egyszerűen olyan rettentő nehéz megölni. Főleg még Zonya homokórával, és majd az elkészülő szellemarc után, hogy Hello, szia, bőcsi. Viszont ugye láthattuk azt is, hogy mi történik akkor, amikor Songstarnak nem talál a nyilvesszője. Songstarnak nem talál a nyilvesszője, és hát ezt nehéz is megkövetni. És azt is láttuk, hogy mi van akkor, hogy a Huslin belesétál egy csapdába. Veritas, figyelj, Veritas ott a csapda, tartja, belemegy egybe Huslin, hogy elkezdje leszedni őket, jön a büntetés azonnal. Ma már láttuk, hogy a Caitlynek mikre képesek, nagyon, de nagyon erős lövész a mostani metában. Ráadásul tényleg jó kezekben egyértelműen büntet, Veritasnál pedig jó kezekben van. Én is úgy gondolom, el is kezdi a Unicorns of Love az első sárkányát. Nézzük csak, hogy hova érkezik. Inkább az alsó ösvényt szeretné felderíteni Songstar, így viszont csak a sárkánynak a halál hörejéből lehet tudni a Giantsnek, hogy bizony elpusztult ez a célpont. A következő pedig nem lesz más, mint egy hegy sárkány. Viszont én úgy gondolom, hogy Nagyon jó, és még a végső képességét is elhasználja Exile, viszont érkezik a teleport, amelyet megszüntetett vízi csacsi gyönyörű szépen a helyhez kötéssel. Smitty J-t sikerült is felhúznia, de neki már csak egy szint előnye van, szóval emiatt nem aggódik egyáltalán csacsi, ahogy elnézem, így van, vissza is tud szólni neki, ha arról van szó, sőt, főleg, hogy érkezik még Hirisang is, akire a robbanékony hordót el kell használni, de van még egy move is, jó a kicsi a rakás, move elől villan. Egyelőre Smitty J mindent megpróbált kihasználni, Exile-nak viszont rengeteg sebzése van, hogyha azok az ütések találnak, és még ráadásul kritikusak is, a zseniális, főleg, hogy ott van rajta a higany léptek, amely nem csak a tömegirányító képességek ellen jó, hanem a mágikus sebzés is csökkenti. Ezt úgy gondolta, hogy szeretne egy végső képességet elhasználni. Pont azért ugye talált is meg Stormnak a dárdája, a második, amit kilőtt már felé. Itt van mindenki a középső ösvényen, a Unicorns of Love részéről. Egyedül Smitty J az, aki egyébként a Giants-től nincs itt. Exile pedig kettő toronylövést is meg tud enni, sőt még egy hatalmas dárdát is Exile meg fog halni, ez most már biztos, hiszen rajta van a vérpest is, és Knight így túléli, beszedi a gyógyítást is, elhasználja a homokóráját, az első gyilkosság a Giantsnél landol, szegény Exile. Nem, ez hiba volt alapvetően. Meg lett büntetve egyértelműen, de az akció még tart itt a középső ösvényen. Kérdés, hogy lesz-e egy gyilkosság? Veritas szintén nagyon elő van, dalál a dárda vízi csacsira, ez jó, mert így megszor nem tud ráérkezni Veritasra. Rájön a Unicorns of Love most már, hogy ember hátrányban van, és az erőfölény a Giantsnél, vissza is vonulnak. Egyenlővé válik a tornyok állása. Kiegyenlít bizony a Giants tornyokban, viszont az a gyilkosság, én úgy gondolom, hogy Exile-nak a figyelmetlensége mindenképpen, hogy benne volt, kettő darab toronylövést is megeszik, utána pedig bemegy az első sorba úgy, hogy nem ő a tank, hanem elvileg vízicsacsi, innentől kezdve megeheti Songstar kristálynyilvesszőjét, Knight pedig tökéletesen használja el az ő Zonya homokóráját, így több sebzés nem érkezik rá, és még a gyógyítást is nagyon szépen tudta kihozni. Max Lora az, aki oldalról folyamatosan dárdákkal tűzdeli tele a Unicorns of Love egész csapatát, innentől kezdve visszavonulásra kényszeríti a piros oldal játékosait, 2-2 a torony állás a középső ösvényen, illetve az alsó ösvényen nincs tornya a Unicorns of Love-nak, míg a két szélső ösvényen hiányzik a Giants tornya. Exile, én úgy gondolom, hogy eddig abszolút teljesen jól játszott, most ez a kis hiba az ő életébe került, nagyon sok volt ez a két torony sebzés, még ilyen korai szinten, illetve utána megpecsételte Songstar jó kezdeményezése. 1-0 a Giantsnek, és az a kicsit több mint 2000 arany különbség, az egyrészt már a kiegyenlített torony miatt is látható, másrészt még mindig megvan az a farm előny két ösvényen is, amit csak egyel tud kompenzálni a Unicorns of Love. Ez nem más, mint Veritasnak
a Caitlynje, aki elkészítette már a Ruan hurikánját, így megint csak könnyebb és könnyebb lesz neki farmolnia, illetve majd a játék késői szakaszában a csapatharcokban a területi sebzést osztogatnia. Exile egyelőre provokálja Knightot és vissza. Knightnak elérhető már a homokórája, Exile-nak pedig az acélviharja. Knight viszont továbbra is tudja tartani ezeket a cseréket, és pillanatok alatt visszadolgozza az esetlegesen beérkező sebzést. Nagyon szép a provokáció Maxlortól és Huslintól, el is tudják hozni még ráadásképpen az esetleges dzsungeles szörnyeket, amiben belebuknak, belebukkannak. Ugye azért mondtam egy picikét, hogy belebuknak, mert az éj farkasokat elhozni nem tudták mellé, mert az acélvihar így Knightot nem érdemes tovább követni, már neki homokórája még így is volt. Még nagy szerencse, hogy kivárt vele, és nem egy szívbajos átsz, aki az acélvihar látta. Illetve felhasználta a gyorsítást, így át tudott menekülni Exile elől, tehát hirtelennyében olyan fürge, felvette a nyúlcipőt, ha lehet így mondani, igaz nincsen ugye a kis nyulacska Fizz, de attól független a vérzsák is tud futni, hogyha erről van szó, köszönhetően az idézői képességének. A két szint előny még mindig megvan Smithy J-nek, köszönhetően a laza 40 farmos előnyének. Smithy J még nem tudta befejezni a naptűz köpenyét, sőt a szellemarcát sem, ami legvalószínűleg az első tárgya lesz neki. Innentől kezdve varázsellenállása igaz van, és az kell is, hogy megnézzük, akkor jóformán csak Sunstar az, aki fizikai sebzéssel rendelkezik a Giants oldalán. Így én úgy gondolom, hogy nem véletlen a sok higany léptek, illetve Rek'Sai-nak is az első tárgyválasztása, tehát reagálni mindenképpen reagál a Unicorns of Love erre a kihívásra, míg a másik oldalról, ha lehet így mondani, akkor talán Vizicsacsi lesz az, illetve Hillisangnak a szurkálódásai, amik egy kis kevés mágikus sebzést, inkább csak úgy folyamatosan, de majd adogatni fognak. Azt kell, hogy mondjam, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a játék első 20 perce után a Giants lassan, de biztosan, viszont egyértelmű előnyt alakított ki magának. Ez a 3000-es aranykülönbség az már egy szignifikáns összeg, egészen konkrétan 10%-kal több aranya van, mint a Unicorns of Love-nak, de ez nem egy ledolgozhatatlan hátrány. Ott a pokoli sárkány, amelyre kimozdulhat bármelyik csapat, érdemes ezzel próbálkozni. Viszont kérdés, hogy nem eszkalálódik már előtte egy küzdelem. Hoppá, Maxlore nagyon sok mindent megeszik, de túléli végül ezt az egészet. A Balaton kiment, de nagyon jó volt a levédése annak a képességnek. Knight itt van a közelben, a dárda talál. A piszkálódás tökéletesen működik a Unicorns of Love ellen. Egyelőre legalábbis. Smithy J pedig még rendelkezik a robbanékony hordójával, ő tud kezdeményezni, hogyha akar. A kék erősítést elhozza Veritas saját magának, ez se egy rossz ötlet, bár nyilván nem a legjobb. Na de! Ettől függetlenül feltehetnénk a kérdést, hogy hát akkor ki vigye el. Hát mindenképpen jobb Veritasnak, mint az Exile-nak. Knightra érkezhetnek a többiek, de Exile lassan jön. Vizicsacsi nem tud, vagy nem akar még nagyon kezdeményezni. Kérdés, hogy Hillisang meghúzza a ravaszt. Ott van mindaz a Giants-es játékos. Csacsi egyelőre előrébb mozdult, mint kellett volna. Menekülésre megy el. Egyelőre legalábbis minden. Sunstarra jó lehet a fókusz, viszont beérkezik középre Knight. Négy emberes a vérpest is. Nagyon sok életerőt fog újra tölteni. Hillisang viszont túléri, a csata zajlik tovább, most ér véget Vizicsacsi végső képessége, így visszább kéne vonulni, viszont a lekövetése tökéletesen jó lehet. A Giantsnak viszont nem talál a dárda, micsoda küzdelem, kérem tisztelt hölgyeim és uraim, all-in mind a két oldalról, viszont Veritasnak is van még végső képessége, Hillisang is ott van, egyelőre Csacsi tért vissza a Unicorns of Love oldaláról, követni fogja őt még Move. Lehet menni esetleg a sárkára, lehet még provokálni vajon a Giants-et? Egy biztos, hogy itt van Maxlore, pontosan. Move is viszont megérkezik a végső képességével. A pokoli sárkány most kell elkezdeni. Teleportja nincsen Smithy J-nek. Itt van viszont Maxlore még a továbbiakban is, és tudják ezt jól. Az acélviha nem talál, a dárda mellé megy, és így megvan a pokoli sárkány. A Unicorns of Love-nál elhúzódó csapatküzdelem, de végül a jutalmat ők hozzák el. Ez a jutalom egyébként jól fog jönni, pontosan azért, mert az a 8% plusz sebzés, mind varázs, mind fizikai, az egyébként az előző csatában úgy
Jól jött volna a Unicorns of Love-nak. Ó, Veritas ki lehet dobni, kapni, minden, nagyon nem volt jó az összhang, így Veritas végül kimegy, és jó, megvan egy gyilkosság, na mi az első halál, viszont utána meg, ha csacsis egy-egyet cserélnek, X-áll hatalmas bajban, majd a sírban kimegy közben, az inspiráció Hilis Sanctum mantrával erősítve, kettő embert veszített a Unicorns of Love ebből az akcióból. Hát jól érkezett Smitty J. Nagyon-nagyon szépen érkezett Smitty J, és a robbanékony hordóval teljesen ki lehetett fókuszálni Veritas-t, látszott, hogy ő az, akit nagyon gyorsan meg akarnak ölni, viszont köszönhetően annak, hogy nem lehetett a Smexery Move nagyon szépen sújtja el a saját vörös szederhát erősítését, így Max Lord szeretne még egyet sújtani, így az ősi krúgot ő fogja elhozni, tökéletesen tudta, hogy Maxornak még nem töltődött újra a sújtása, de nézzük, mi történt. Knightra érkezik minden, de ő gyógyítja folyamatosan Hasmi az apá és a dagály képességgel. A felütés az jó, de utána rögtön jön a vérmedence, és egyszerűen Veritas be lehet dobni a torony alá, sőt, még feldobja egyébként őt a Balaton is, innentől kezdve el kell villannia. Csacsi bent maradt egyedül hátul, viszont Exile-nak nem volt elég gyorsasága ahhoz, hogy elérkezzen Hilisangékhoz, aki még ugye a felmantrázott pajzsal meg tudta menteni a maradék két életben maradt Unicorns of Love játékost, viszont így is 3-1-re módosul a gyilkosság, és még egy pokkoli sárkány fog jönni, hogyha más nem is, a Unicorns of Love ezeket a célpontokat folyamatosan elhozza, nem engedi a Giants-et több tornyot, több olyan hatalmas szörnyet elhozni, mint például a Baronna sor. Ilyenek, akkor én még úgy gondolom, hogy azért a játék vége fele, főleg amikor Veritasnak olyan szintű sebzés növekedése érkezik, hogy az valami borzalom, Vízi Csacsi meg lesz az a tank, akit eztán tényleg nem lehet levakarni és teleporttal érkezik közben Csacsi, itt küzdelem lesz, kérem szépen, Move is indul, Sonstarra kimegy a halálpontos lövés, Vízi Csacsi megy tovább még egyelőre, kihasználta a bázis videó erősítés, a tornyot szeretné elhozni a Unicorns of Love. Válaszol a Giants Gaming felső ösvényes offenzívájára, és azért jó a gondolat, amit mondtál, mert így viszont amúgy nem csak a Unicorns of Love, ugye, hogy is mondjam, játék, tehát hogy van esélye, úgymond, hanem ezzel abszolút, de ki is tudja egyenlíteni a különbségeket. Jó a válasz egyelőre Veritasiktól, viszont érkezik a teleport, az Smitty J. Nagyon szép gold lőtt közben es, ez jó lehet a Unicorns of Love-nak. Veritas bajban van, nagyon sok mindegy megy ki rá, még a vérpest is rajta van, így ő meg fog halni. Így van, egy gyilkosság ott van, elmegy Xai végső képességre, ez kevés. Múlva következő áldozat, aki még egy felütés kiad, de kettős gyilkosság van azon. Vladimiren is nincsen megfelelő válasz, Vizi Csacsi kevés ide, hármas gyilkosság van Knighton. Nem tud mit kezdeni a Unicorns of Love a Vladimirrel. Max Lord lehetett volna, aki egyébként még egy gyilkosságot odaad Knightnek, és akkor már meg lett volna a quadra kill. Én úgy gondolom, hogy bármennyire is egy ember maradt életben, attól függetlenül a közönség még mindig élteti azt a Unicorns of Love-ot, viszont Max Lord el tudja hozni a Baron Nashort. Nézzük is a visszajátszást, ugye pontosan érkezik a Giants bekeríteni a Unicorns of Love csapatát, Smitty J szép teleporttal jön, majd utána ki tudja fókuszálni Veritas, egyszerűen visszadobja a buliba, innentől kezdve, hogy a vérpest is megkapja, nem lehet már mit csinálni. Max Lord beugrik a csata küzdelmébe, innentől kezdve ki lehet fókuszálni mind Exile-t, mind pedig a nagyon kevés életerővel rendelkező move-ot, Csacsi egyedül pedig öt ember gyűrűjében már nem tudott mit csinálni. Kevés életük volt már a Giants-eseknek, de azért ne feledjük, hogy ott van Haslin, aki folyamatosan fog téged gyógyítgatni, ott van Max Lord, aki szintén gyógyítgatni fog téged, ott van Knight, aki a transzfúzióval, illetve a vérpestissel fogja saját magát gyógyítgatni, tehát... Nagyon-nagyon-nagyon csalóka ilyenkor, hogyha alacsony életerőn vannak a játékosok, viszont a legnagyobb probléma, én úgy gondolom, az volt a Unicorns of Love részére, hogy a fókusz az valami pitang rosszul sült el, viszont a baronnasor erősítés ott van a Giantsnél, ezzel együtt így már 7000-es az arany előny, és el lehet hozni egy tornyot, meg még az alsó ösvényén is még egyet a Unicorns of Love-nak, most egyértelműen nagyon bölcsen kell cselekednie, váltott ösvénytolás nincsen a Giants részéről, viszont ettől függetlenül még veszélyesek, nagyon veszélyesek, és nagyon jól ki tudják használni majd ezt a baronnasor erősítést, főleg így, hogy 50 másodperc múlva jön a sárkány, ami pokoli sárkány lesz ugye is, akkor még lesz baronnasor erősítés.
Alapvetően a Giants mozgása nagyon szép, közben move-ot találja meg, ami move. Pont nem jó, és még az alagútnak köszönhetően el lehet menekülni, éppen hogy csak arrébb tudott menni, de! Ez helyett most Hillisang a fő célpont, és Smithy J kezdeményezése halálos. Csacsi megint egyedül van, elől van, nem tud mit kezdeni. Kettős gyilkosság Knighton, Veritas meg fog halni, ez már biztos. Exile mit tud tenni egyedül? Semmit, ezért érkezik Move, akivel a felütés jó is, de a vérmedence miatt az agrónak annyi move-ot meg lehet akadályozni az arrébb menetelbe, kérem tisztelettel. Tökéletes ász a Giants részéről. Aj, srácok. Egyesével szedték ki konkrétan az embereket. Egy, megint csak Smithy J. Gragas kezdeményezést ki lehet emelni, mert az kulcsfontosságú volt. Hillisangot pillanatok alatt el lehetett tüntetni, ugyanúgy, ahogy Veritas-t majd utána kellő CC alatt Exile-t is be lehetett fejezni. Vizicsacsi ideje korán meghalt, mondom, ő még egyelőre nem túl tankos. Nézd meg, 3 darab tárgya van Smithy J-nek, ezzel szemben a szatócs volt, amit szoktunk mondani. Minden ott van Vizicsacsinál, amit csak akarsz. Egy jégkori lepel, egy sodronyink, egy bami parazsa, és legalább egy szellemarc. Így viszont tökéletesen tud fordulni a Giants, miután elhozott 2 darab inhibitort az alsó, illetve a középső ösvényen, és jön a visszajátszás, Smithy J nagyon szépen ugrik át, jöhet a kábítás is, a robbanékony hordó, majd utána Veritaséknak vissza kell vonulni. A Veritas még azért ott van, a próbálja kihozni magából a legtöbb sebzést, viszont nézd meg, Knight egyszerűen rámegy és rá robbant jóformán minden. Exile pedig szegényként bármit is szeretne csinálni, egyszerűen érkezik rá, megint csak a kábítás, ami nagyon szép Smithy J-től kicsi a rakással, így egyrészt bennmaradt a végső képessége, bennmaradt jóformán mindene, és 3-as gyilkosságot hozott el végül is Stone Star. És ugye azt mondtad még az előző küzdelemben, ez ugye egy jóformán vadászat volt, amit a Giants itt bemutatott, mert ezt nem mondanám feltétlenül küzdelemnek, mert egyszerűen csak így lelövöldözgetett mindenkit. Az előző küzdelemben azt mondta, hogy rossz volt a fókusza a Unicorns of Love-nak. Az a baj, hogy ott tartunk, hogy most akkor kit fókuszolsz, mert természetesen Smithy J-t nem fókuszolod. Haslin, ameddig Haslin kifókuszolod, hogy ne tudjon gyógyítani, ne tudjon balatonozni, addig jóformán mindenki leöl. Ha kifókuszolod Knightot, akkor egyszerűen Stone Star fog 3 gyilkosságot elhozni, mert végig lövöldözi a sorozatlövésekkel. Ha Stone Star fókuszolod ki, akkor meg egyszerűen Knight fog egyszerűen végig vonulni úgy a saját vérzsákjaival, illetve a vér mágiájával, hogy láttad mekkorát robbantott, hát egy jó fél élet erőt minimum. Egyszerűen rettentő nehéz helyzetben van a Unicorns of Love. 12-1 az állás, 8-3 a torony állás, és innentől kezdve nem tudom, hogy hol lehet a lehetőség. Vizicsacsi kezdeményezd, de rögtön jön az ITV. Pontosan, egyelőre Móva célpont Vizicsacsira, még jó a Balaton, meg hogy mindenki másra is, de Hillisang, Veritas, illetve Exile hátul vannak most már. Kijön a sebzés a Giants Gamingtől, rengeteg sok végső képesség és minden kutyafüle elment, de közben ott vannak a Super Minionok a Nexus toronynál. Knight be tudja fejezni Hillisangot egyedül, ez tuti biztos, így van. Hiába az égetés, Knight megöli Hillisangot, Hillisang sokadik kipozicionálása, mert az előző csapat küzdelemnél is látták amúgy, hogy ott van Smithy J a bokor mellett, pontosan a fal mellett, de jön a válasz, most viszont lehetne esetleg valamit kezdeni, nem tudja elhasználni egyelőre a rendes kombóját, hogy Unicorns of Love, Smithy J megy tovább, végre ő is meghal, Knight még mindig életben van, de ez ide kevés lehet, a harmadik inhibitornak is annyi, akkor nagy baj van, srácok. Knightnak jön a felerősített transfúziója, Vizi Csacsi ezt érzi, nem tudom, hogy Csacsi túlélheti-e, most egyelőre hatalmas a gond a Unicorns of Love-nál, ez most már csak egy haláltánc, mindenki ott van, és a Nexus szabad, jönnek vissza Unicorns of Love játékosai, de ott vannak a Super Minionok is, Knightot el lehet-e kapni, nem lehet elkapni Knightot, mert ő Knight, move-ra jó, közben a kristálynyévesző, Knightra továbbra is lehet fókuszolni, de még Husklin is túléri ezt a küzdelmet, mert tud gyógyítani, ki a célpont, Knight! Megint belemegy, és végre elég arra a sebzés, hogy le lehessen őt lőni. De közben a Nexus ütik a Super Minionok, és nagyon kevés életerőn áll. El fog pusztulni, így van! Giants Gaming elhozza az első meccset. És alapvetően Knight ott meg lehetett ölni, csak láttad, hogy mennyi idő kellett, illetve mennyi sebzés. Gyönyörű szépen játszotta meg a Giants azt, hogy amint érkezett Exile-ja a szója és beugrott a küzdelembe, folyamatosan megkapta a kifárasztást, amit egyébként vártunk is, nem véletlen volt Haslin kezében az a kifárasztás. Illetve megint csak ott mondom, hogy
egyrészt a fókusz az, amit nem tudtunk, vagy nem tudtak eldönteni, hogy kit lehetne fókuszálni, másrészt meg ott volt, amit egyébként a 20. percben mondtam, az a fajta gyógyítás, nem tudom micsoda. Hát konkrétan mindenki vitt magával jóformán egy kórházat, mert Hastin majdnem megpróbálták megölni, de egyrészt ott van neki az apáj, de másrészt ott van még meglett a Maxwell, és így tök-tök, már is volt azért egy legalább 20-30% életen, tehát már megint nem lehetett lekövetni. A Giants itt a végén nagyon bedurvult, és mondhatnám, hogy greedy volt, de meg akarta egyrészt nyerni ezt a mérkőzést. Másrészt még így is jól jött ki, mert Knight pont annyi ideig el tudta húzni az ő halálát köszönhetően a vérmedencének, a zónya homokórájának, a folyamatos gyógyításainak a transzfúzió, illetve a vérpestisre, hogy egyszerűen amíg kimozdult a Unicorns of Love, addig a Minionok egyszerűen befejezték ezt a mérkőzést. Egy visszajátszásunk érkezik időközben, ez lesz az... Nem, ez már nem az első gyilkosság. Ez Veritasnak a gyönyörű szép kiszedése, nézd meg, egyszerűen a... Az első küzdelem, ami ez előtt történt, az ugyanúgy Smithy J jó kezdeményezésével történt, viszont egyszerűen move még nem volt annyira tankos, és én úgy gondolom, hogy a Giants sokkal jobban találta meg azokat a kulcs pozíciókat, vagy azokat a kulcsfontosságú embereket, akiket minél előbb ki kell szedni a játékból. És bizony, ez nem volt más egyrészt, mint Veritasnak a Caitlinje, tehát őt nem lehetett ott hagyni, főleg miután megvolt már nála a határtalan penge, és Xy-t is én úgy gondolom, hogy bőven ki tudták szedni a játékból, megint csak a játék eleje Xy-nak igaz, tehát elvesztette olyan szinten az ösvényét, hogy farmolásban le volt maradva Knight-tal szemben, viszont a cseréket megint csak szépen tudta kihozni, gyilkosságot ugyan nem tudott elhozni, de nem egyszer de volt. De használhatatlan hogy... egy Yasuo egy ilyen kompozícióban, amikor ugyan jó lehet, ugye gyakorlatilag a szélfal levédeni Nidalee-nak a szurkálódását például, de egészen magas a töltésidő ezen a képességen. Valamint be kell menned a csata sűrűjébe, ráadásul az egyetlen támogató fölütésed, hogy a végső képességet jól használd, az Rek'Sai-on van, mert gyakorlatilag Maokai-nak is földob a misztikus földbecsapása, de az sokkal, hogy is mondjam, kevésbé céltudatosan alkalmazható, mint a Rek'Sai féle fölütés. Ez így van. És ezt nem tudod megfelelően kombinálni, főleg úgy, hogy az első sorban kell lenned, megkaphatod a fárasztást, és gyakorlatilag azonnal más nem is fognak egyébként valószínűleg kifárasztani, főleg, hogyha ott vagy benne az első sorban. Én úgy gondolom, hogy nem tudta most ezt meghozni. Tehát ezzel mondtam, hogy egyszerűen abból a forgásból, amit egyébként a Unicorns of Love állított meg, ők jöttek ki sokkal rosszabbul. Tehát az ösvénycseréknél, tehát egyrészt az, hogy Maxwellt egyébként meg lehetett büntetni a játék első percében, az egy teljesen jó húzás volt Hillsongéktől, mert utána az első két tornát el is lehetett hozni. Jó, egy nagyon picivel lassabban hozta el a Unicorns of Love, mint a Giants, köszönhetően egyrészt Smithy J-nek, a gyors teleportjának, annak, hogy ők folyamatosan ott ütötték a tornyot. Másrészt az, hogy utána a Unicorns of Love azt a hívást hozta meg, hogy jó, védjük meg a felső ösvény tornyát, ezzel viszont jóformán kivették a játékból a vízicsasit, mert hogy így ő egy 30 farmos lemaradással egyszerűen semmit nem tudott kezdeni, nem tudta visszahozni, egyszerűen vagy egy babysit kellett volna a move részéről Smithy J-re, és akkor folyamatosan megöli és megpróbálja azt a Maokai-t egy kicsit feljebb tornászni, hogy legalább egy kis pénze legyen, mert így szegénykém, hát beszéltük, 3 darab tárgya volt Gragasnak, 1 darab tárgya volt kész Csacsinak. Abszolút, övé volt ez a hátrány. Ez a két tanknak a különbség. Meglátjuk azért majd, hogy a következő mérkőzésen mit sikerül csinálni a Unicorns of Love-nak. Egyértelműen a kompozícióban is változásra van szükség, illetve arra, hogy a szériák második mérkőzéséhez hogyan tudnak hozzáállni, amikor vereségből indulnak. A szünet után érkezünk vissza a második mérkőzéssel, maradjatok velünk! The 5 versus 2 under the tower, double kill coming out from the side.